vagyok a gondolkodó. Mai videóm címe a pénz mindenre képes. Ez egy közmondásnak a kivonata lenne, amelyik így szól, hogy aki azt állítja, hogy a pénz mindenre képes, annak igazából nincs is egy kanyi forintja se. Ez a mondás ez valójában ott jön le, amikor az embereknek a vágyait hallgatod. És amikor rájössz, hogy a vágyak azok valójában egy marketing kommunikáció felőlük, akkor rájössz, hogy valójában két lehetőség van. Az egyik, hogy a 10 körmével kapar, hogy elérje azt a vágyát, amit valójában nem is az ő vágya, hanem elé tesznek. Reklámozzák, kitalálják, hogy neki miért kell ez, és ő meggyőzi önmagát. Aki képes pénzt teremteni, tehát nem csak keresni, hanem már teremteni is, az rá fog jönni, hogy valójában a világ összes pénzzel kevés különböző dolgokra. Ugye az egészségetnek egy részét azért vehető, a boldogságnak, az idillnek, a harmóniának egy része vehető, de a másik része viszont ott van benne. Tehát aki nem képes valójában a pénzről úgy gondolni, mint egy materiális segédeszköz, az valójában sosem fogja tudni kezelni, sosem fogja tudni normálisan felhasználni, az igazából csak használni fogja. Tehát ugye a különbség az a kettő között, hogy a buta emberek ugye a tárgyakat vesznek, ami kielégíti a vágyaikat, az okos emberek a vágyaikat elégítik ki, és ha erre van szükség tárgyakra, akkor az mint szükséges rossz vagy segédeszköz hozza meg. Azt szokták még ezen kívül mondani, nagyon fontos gazdasági, illetve pénzügyi téren, hogy ha igazán gazdag akarsz lenni, akkor mindig először magadnak fizetsz. Adott esetben mitől beérkezik a fizetésed. Tételezzük fel, hogy fizetésből élsz. Nem azt a pénzt fogod eltenni megtakarításnak, ami megmarad a hó végén, mert akkor képes az ember mindenfélét lecsipegetni belőle, és valójában rábízza magát a környezetére. Ellenben, ha fordítva teszed, tehát megérkezik a fizetésed, egy bizonyos részét, amit meghatározol magadnak, elteszed, félreteszed, átutalod egy másik számlára, amihez nem nagyon félsz hozzá, odaadod valakinek, hogy vigyázzon rá, az a pénz az nincs, az nem is gondolsz rá, akkor a fennmaradó részét fogod tudni úgy elkölteni, hogy kigyere ugyanúgy hó végéig. Magyarul úgy képzeld el, hogy amit megtakarítottál, az biztos nem csúszik lejjebb. Az természetesen, hogyha nem nyúlsz hozzá. Hozzányúlsz, az azt mondanám, hogy jellemhiba, vagy valamit rosszul terveztél, akkor viszont ott kéne keresni a problémát. Ez a tervezés ez esetleg témába tud válni az ügyben, hogy valójában ez a csoport, amit létre fogunk hozni, ez erre is képes, hogy különböző gondolati meneteket tervezzen neked, vagy terveztessen veled. Ha más nem, rávilágít arra, hogy hogyan kéne tenned, bár főként vállalkozói gondolkodású emberekkel fogunk együtt lenni, dolgozni, de azért el tudom képzelni, hogy egy-egy kevéssé jól pénzzel bánó ember is van, vagy lesz köztünk. No, őnekik esetleg tudunk példát mutatni, hogy milyen módja annak, hogy hogyan lehet jobban takarékoskodni, mint azt a piac, vagy a marketing az ember erőlteti. Én ezt tudom javasolni, hogy ebben kezdjél, és utána tudsz minden másfele irányba gondolkodni. Köszönöm, hogy meghallgattál a mai videómban is. Ha tetszett, kérlek egy lájkot, iratkozz fel a csatornámra, a csengetyűt, ha megnyomod, akkor értesítést fogsz kapni minden üzenetemről, illetve videómról, az üzeneteket pedig a kommentek közé várom. Köszönöm, hogy meghallgattál, szia!